szokom gratulálni a csapattársaimnak. Nagy munka csináltunk. Jó felkészültünk ez a meccsről, de ott megint ez a period. Kicsit rosszul kezdtünk, de utána gyorsan fogtunk ritmus, visszajöttünk a meccsről. Harmadik negyedben ugyanaz kaptunk kicsit, de szerintem úgy felnőttünk, mint a csapat, ilyen mentálisan, hogy tudunk tartani végig ilyen kemény meccsen. És szóval azért is nyertünk, de úgy akartunk, hogy nyerünk kicsit könnyebben, de ez a kupa, ez a nagyon, nagyon jó csapat, jó játékosok, és most szerintem csak mi jobban koncentráltunk a végén, és ez volt az eredmény. Először még egyszer gratulálok a csapatársaim, és sok sikert az elégeszeknek. Köszönöm szépen, van esetleg kérdés? Nincs, akkor Belényi Sándor vezetőt is szeretném megkérni, hogy értékelje a mérkőzést. És gratulálok a csapatnak. Hát elég kapkodó volt a játék, én azt gondolom, hogy nem volt igazán szép mérkőzés. Az első negyedben gyakorlatilag 20 pont körül, igen, 20-at dobott az etapból, 16-ot tranzícióból, és azt gondolom, hogy az első félidő nagy részét kontrolláltuk. Ezt a részét a játéknak sajnos nem, illetve ott az utolsó egy percben ott hirtelen 5 büntetőhöz jutott az ETA, és az gyakorlatilag 10 pontról gyorsan felülre csökkent a különbség, de azt gondolom, az első félidő az jobban kézben volt nekünk. A második félidőben, és egyébként az egész mérkőzésen két hátvédjük, azt gondolom, hogy nagyon jól játszott, és nehéz és extra dobásokat dobtak be. Nálunk azért volt olyan teljesítmény, tehát általában stabil és megbízható távoli dobóim annyira nem ment a kinti dobás, de ilyen van, és nagyon örülök, hogy ennek ellenére sikerült megnyerni ezt a meccset. Azt gondolom, hogy okosan próbáltuk kihasználni akár Tomát, akár más játékosainkat a hasonlóposzton, és ebből jó dolgok sültek ki. Azt gondolom, kicsit szerencsé is kellett hozzá a végén, de talán ma mi jobban megérdemeltük. Nagyon boldog vagyok, hogy a Deasz történetén az első kupán már is elődöntőt játszhatunk, az óriási dolog a klubnak. Ezért köszönet jár a klub összes alkalmazottjának és minden támogatójának, szurkolójának, mert tentő sok energia van ebben, hogy ezt a klubot így felépítették néhány alatt, és most azt gondolom, hogy mindenkinek ez egy ünnep lesz a holnapinak, hogy a Szolnokkal játszhatjuk az elődöntőt. Nekünk innentől kezdve minden perc ajándék, minden labda birtoklás ajándék, úgyhogy nagyon remélem, hogy ebből még szép dolgok is kisülhetnek. Az Zalaegerszegnek mielőbbi felgyógyulást a sérült betegeknek, és sok sikert a bajnokságnak.